Nagy tervekkel készül a Nyíregyházi Egyetem a nemzetközi esítésre. A témával kapcsolatban nemzetközi konferenciát is rendeztek a Nyíregyházi Egyetemen. Jövő évtől négy szakon szeretnének angol nyelvű képzéseket indítani. Vendégem a stúdióban a Nyíregyházi Egyetem megbízott oktatási rektor helyettese, intézeti dr. Minya Károly, köszöntöm a 35 perc stúdiójában. Én is köszöntöm a nézőket. Próbáljuk meg hogy ez mennyire nagy dolog. A múlt héten volt ez a bizonyos konferencia, amely az EFOP tudásfejlesztés és hasznosítása Nyíregyházi Egyetemen programjában valósulhatott meg, és a címe az volt, hogy az angol nyelvű képzések bevezetésének jó gyakorlatai a felsőoktatásban. Ennek az apropóját tehát az adta, már is el lehet mondani, hogy jövő ősztől, a következő tanévtől négy szakon indíthatunk angol nyelvű képzéseket. Ezek a következők a mezőgazdasági mérnöki, a gépészmérnöki, a zenekultúra, ezek az alapszakok, és a szakirányú továbbképzésben pedig a légi közlekedési hajózó szakmérnöki, hát a repülőgép vezető képzés fog angol nyelven folyni. Ez természetesen a külföldi hallgatóknak szól, de ugyanakkor azok a magyar anyanyelvű hallgatók is felvetik ezt a képzést, akik úgy gondolják, hogy angolul szeretnék ezt megtanulni. Az az igazság, hogy a nemzetközi esítés, ez egy nagyon fontos eleme napjainkban a felsoktatásnak. Ezen a konferencián egyébként nyolc előadót hallgathattam meg, én magam is részt vettem ezen. Különböző egyetemeknek a dékányai, rektorhelyettesei, a környezeti az Eszterházi, a Debreceni, a Miskolci, aztán volt a Pécsi Egyetemről, a Szent István Egyetemről egy oktató, és a Tempusz közalapítványnak az egyik vezetője egyébként elmondta, hogy jelenleg 300 ezer felsőoktatási hallgató van Magyarországon, és abból 36 ezer a külföldi hallgató. Idegen nyelven, angol nyelven tanulják az adott tantárgyat, kurzust, szakmát, és Ma már 2015 óta nem az orvosképzés vezet, hanem az összes egyéb már szinte kétszer annyi, hiszen régen csak az orvosképzésnek volt. Visszatérve a Nyíregyházi Egyetemre, teljesen friss a hír, másfél órája beszéltem rektorasszonynal, hogy bekívánjuk jegyeztetni, és talán még sikerül, ezt is ősztől, ezt még nem tudom megmondani, a geográfus alapszak képzést angol nyelven, valamint az edző, illetve a sport és rekre, Szervező alapszakot is angol nyelven. Mi alapján állt össze ez a lista? Az említett szakok listája. Ez természetesen az intézet igazgatóknak a kezdeményezése, hiszen ők ismerik a kollégákat, hogy milyen angol nyelvű tudással rendelkező kollégáik vannak, kik képesek erre. Ugyanakkor természetesen el kell mondani, hogy már erre a négy képzésre folyik a, az adott oktatóknak az angol nyelvű szaknyelvű képzése, hiszen ugye itt egy szaknyelve elsajátításáról van szó. Ugyanakkor az is nagyon tanulságos volt a konferencián végighallgatni az olyan egyetemeknek az előadóit, ahol már több száz, esetleg több ezer külföldi hallgató van, hogy ez nem csak abból áll, hogy az órát angol nyelven tartjuk meg, hanem például a honlapnak egy részét angol nyelven kell megjeleníteni, a különböző szabályzatokat, hogy ne mondjam, esetleg a portás is tudjon kommunikálni azzal a bizonyos hallgatóval, a hallgatói önkormányzat, illetve minden egyéb eleme, aminek mi még az elején vagyunk. De természetesen ez a jövő a cél. Valamennyi említett egyetem rendelkezik ilyen angol nyelven folyó képzéssel? Igen, és ennek a konferenciának ez volt a célja tulajdonképpen, hogy okuljunk, tanuljunk a tapasztalatokból, a kérdőjeleket meg tudjuk nekik fogalmazni. Ö, apró praktikumok, tehát például ugye azon túlmenően, hogy angol nyelven tartják az előadást, nagyon fontos az is, hogy, hogy milyen az, az egész egyetemnek a hozzáállása ehhez a képzéshez. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy ezeket a tapasztalatokat átvegyük, hogy például ügynökök hogyan tudnak segíteni a hallgatók beszervezésében, és minden egyetemi kollégának az elérhetősége megvan, szívesen segítenek, például jövő héten Debrecenből fog érkezni hozzánk egy dékán, aki a részletekről még fog bennünket tájékoztatni. Mennyire várható, hogy ezzel az egyetem népessége Növekszik, mennyivel növekedhet? Hát én úgy gondolom, hogy mindenben a kezdet az nehéz, tehát ha elindulhatnak ezek a képzések egy viszonylag kis létszámmal, az már nagyon jó. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy aztán minél többen felfedezzék, hogy egy ilyen kisebb egyetemnek is megvan a saját maga varázsa, és hát ahogy az egyik előadó fogalmazott, hogy náluk az a szlogen, hogy az egyetem város a város egyeteme, hogy ebből kapacitál, ebből hasznot kap, nyer a maga a város is, és megláthatják, hogy milyen egy kis vidéki város, hát annyira nem is kicsi, és milyen ö, nagyszerű itt az élet. A Magyar Rektori Konferencia elnöke volt nálunk a múlt héten, és ő mondta, hogy belépett hozzánk, és olyan, mintha egy szanatóriumba érkezett volna, nem azért, mert hogy itt nem történik semmi, hanem olyan csodálatos a környezet. Még azt szeretném megkérdezni mindenképpen, hogy az ön által említett ö, szakok, ö, van-e közöttük olyan, amelyik csak itt lesz tanulható angol nyelven? Hát ezt most nem tudnám megmondani, de nem valószínű. Egyébként Magyarországon ezt a Tempusz közalapítvány vezetője mondta 570 szakot lehet idegen angol nyelven tanulni. Én úgy gondolom, hogy a légiközlekedési hajózomival az egy bár bármár máshogy is oktatják, de ugye éppen most voltunk az új tréner KFT-nek egy új épület átadásán és szimulátor átadásán, ott az a 120 kadét az valóban meghatározó a Nyíregyház Egyetem oktatási palettáján. Na no, hát köszönöm szépen a beszélgetést, és én gondolom, hogy azért nem olyan nagyon sok idő múlva újra tudunk majd a témáról beszélgetni, hiszen itt beindul egy olyan folyamat, aminek mérföldkövei lesznek a jövőben, a közeljövőben is, és a távoli jövőben. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.